Fakoson több olyan esemény is van, amikor megmozdul a közösség. Ezek közül az egyik kiemelt jelentőségű az idősek ünnepe, melyen vacsorával, kulturális műsorral várták a helyieket. Gyakorlatilag az egész évet avval töltjük, hogy Igyekezünk kedveskedni a fakosi városrészben ö, lakóknak, de ahogy tetszett említeni, a, az idősek napja a számunkra nagyon fontos, hisz olyan embereknek tisztelgünk ezzel a nappal, akik ö, hosszú évtizedeken keresztül tettek a városrész érdekében. A településrész önkormányzati képviselője rendszeresen részt vesz a kisvakosi eseményeken. Én úgy gondolom, hogy ezek a rendezvények a városnak erkölcsi kötelessége megrendezni, hiszen köszönettel tartoznak a itt élő idős embereknek, az életük során végzett munkájukért. Cseles Péter szerint az idősebbeket követő generációk, tartoznak azzal, Megköszönjék a törődést, az odafigyelést és a felnevelést. Nem csak a saját szüleinknek, nagyszüleinknek, hanem egyáltalán a korosztálynak egy-egy ilyen alkalommal. Ezért van világszerte az idősek napja, ezért ünnepeljük most már sok-sok éve itt Magyarországon, és köszöntjük egyben az ünneplés mellett az idősebb korosztályt október hónapban. A vendéglátás mellett élőzenés műsor is szolgálta az idősebb generáció kikapcsolódását kisvakosan.